elindultam megnézni egy házat, és a szemle során gyakorlatilag rám jött a szapora. Ez egy pince, földszint, tetőteres épület volt. Szerencsére nem lakták. Az ingatlanos és a vevőjelölt pedig fölmentek körülnézni a házba. Én lent a pincében kezdtem, és hát ott szólított a természet. Férfiként azért a kis dolgot azt el tudom intézni kertben, fánál, útszélére visszahúzódva egyebek. Hát azért a nagyobb dolgot azt nem. Volt lent egy WC. Elvégeztem a dolgomat. Megfordulok, megnyomom a WC-nek a gombját. Basszus, nincs víz. Nem ment le egyáltalán, tehát egy csepp víz nem volt az épületben. Utólag kiderült, hogy mivel nem lakták, ezért elzárták a vizet. Tartályban sem volt már víz. Úgyhogy nagyon jól jött ki a lépés, hogy hát nem tudok semmit kezdeni azzal, amit termeltem. Úgyhogy elkezdtem nézelődni. És hát a pincében ez egy ilyen félig szuterén jellegű rész volt, ahol a tulajdonosnak volt dolgozó szobászerűsége, meg műhely, meg egyebek. És hát ott találtam egy gömbakváriumot, ami tele volt vízzel. Hal nem volt benne, és hát más nem volt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát ezzel majd akkor leöblítem a WC-t. Ez egy elég nagy méretű gömb akvárium volt, és hát pont azon gondolkodtam, amikor a épület egyik végéből totyogtam a gömb akváriummal a kezembe, ami tele volt vízzel, hogy nehogy most jöjjön le az ingatlanos vagy a vevőjelölt a lépcsőn, mert nagyon hülyén fogok kinézni a kezemben ezzel a dologgal. Úgyhogy hát leöblítettem a láthatatlan Némóval a végterméket, és utána visszavittem az üres gömb akváriumot a helyére, és oda tettem. Úgyhogy vannak olyan esetek, amikor rögtönözni kell, és használni kell a eladó ingatlannál a WC-t. Nagyon nem szeretem egyébként használni, tehát sokkal jobb, hogyha vége van a szemlének, és akkor esetleg egy benzinkúton megállok, vagy egyebek. Itt a szükség úgy hozta, hogy kellett, és mit ad Isten, ilyenkor futok bele egy olyanba, ahol el van zárva a víz, és nincsen egyáltalán víz leöblíteni a dolgot. Sziasztok!